A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Magyar Lelátó Sportmagazin. A hazai sportélet más lelátószögből. Hirdessen a Magyar Lelátó Sportmagazinban. 4 rádió, több tízezer hallgató és egy kihagyhatatlan lehetőség. Várjuk jelentkezését a magyarlelato@gmail.com címen. Köszönjük kedves hallgatóinkat! Műsorunk első vendége Sárváron született, de nem maradt sokáig szülővárosában, mivel már fiatal korában látszott, hogy kiváló labdarúgó lesz belőle. Újpesten nevelkedett, majd Angliába került. Az Aston Villa fiataljai között tanult el a sportág csínyát, bínyát. Pár évvel később a ködös Albionból Németországba igazolt, ahol immáron 5 éve játszik. A Koblenz, majd az Aachen után jött az élvonalbeli Mainz, de a kaland nem sikerült tökéletesre, ezért a Greuther-Fürt együtteséhez igazolt. Az idei szezonban a Bundesliga 2 egyik legjobb játékosa, sorra adja a gólpasszokat, lövi a gólokat. Kiváló teljesítményének köszönhetően helye megerősödött a magyar válogatottban, amelyben talán több szerepet is kaphatott volna ez idáig. Első vendégünk a Greuther-Fürt játékosa Stieber Zoltán. Kezdjük ezt a beszélgetést egy aktuális témával. Hétfőn játszottatok az 1860 München ellen, és nyilván Király Gábornak gratulálni nem egy jó dolog, de az Allianz Arénában pályára lépni azért felemelő lehet. Hát nyilván magyar játékos, nem minden nap adatik meg azt, hogy az Allianz Arénában pályára lépett, de ezzel azért mi nem vagyunk már megelégedve, hogy azért pályára léptem, hála Istennek egy párszor abban a stadionban. Nyilván nem vagyunk elégedettek a tegnapi meccs után. Meg is kaptuk a felmosást a mai edzést az edzőnktől, teljesen jogosan úgy gondolom. Még egyszer mondom, hogy elég elkeserítő volt a napi teljesítményünk. Főleg a tudatában, hogy ugye, hogyha nyertünk volna, akkor újra azért álltunk volna, de hát ugye a fociban nincsen ha, úgyhogy sajnos ez így sikerült. Nálatok a kimondott cél az, hogy bajnokok legyetek, vagy idézőjelben megelégednének azzal, hogyha csak feljutnátok a Bundesligába? Hát igazából nem volt így megfogalmazva, hogy nekünk fel kell jutni, sőt igazából a szezon előtt nagyon sok új játékos érkezett hozzánk, nagyon sokan távoztak is, úgyhogy ennek tudatában az volt ugye a tervünk, a célunk, hogy minél hamarabb összeálljon a társaság, és egy nyilván egy fiatal csapatról beszélünk, nagyon sok fiatal játékosunk van. Úgyhogy nyilván nem tudtuk még a szezon előtt, hogy mire számítsunk. Úgy gondolom, hogy egész jól összejöttünk, összejött a társaság, jó hangulaton az öltözőben. Úgyhogy de még egyszer mondom, nem volt megfogalmazva azt, hogy nekünk föl kell jutni. Nyilván senki nem lesz elégedetlen, hogyha ez a végén mégis sikerül. Nyilván ez egyértelmű. Még tavaly Varga József játszott veled egy csapatban a magyarok közül, most pedig Korcsmár Zsolt, tehát ilyen szempontból jól állsz, hogy mindig ott van egy magyar hang az öltözőben. Ez nyilván neked segítség, ha jól sejtem. Hát természetesen, úgy gondolom, hogy mindenki örül annak, hogyha a magyar csapattársa lehet külföldön. Ezzel én sem vagyok másképp, sőt, ugye Zsoltival mi már gyerekként megismerkedtünk, egymás ellen játszottunk nagyon sokat, és hát ugye az sem mellékes, hogy az Újpestben annak idején az ifjú csapatban. Egy nyáron kerültünk igazából fel az U14-es csapathoz, ha jól emlékszem. Zsolt ez egy nagyon régi barátság köt, ami nyilván még jól megkönnyíti azt, hogy ugye mi egy csapatban játszunk, és hát ugye mindennapjainkat. Úgyhogy természetesen egy plusz dolog. És hát megemlítem, hogy még Szilvási Petit is, aki az U23-as csapatunknak a tagja. Ő is már többször edzett velünk a felnőttekkel, főleg amikor ugye válogatott szünetek vannak. Zsolti kívül még van még egy magyar srác itt a klubnál. Említetted, hogy Újpestről ismeritek, meg hát korábban is ismertétek már egymást Zsoltival. Azt meg lehet állítani, és nem gonoszkodni akarok, de érteni fogod a célzást, hogy mindkettőtökön nagyon jól áll a zöld-fehér mez. Hát most erre mit mondjak? Igazából nehéz voltam megszokni. Most nyilván én már elég régóta elkerültem Újpestről. Ez igazából nem okoz szerintem egyébként se problémát. Ezt úgyse tudjuk befolyásolni.
és így alakult, egy zöldfehér csapatba játszunk. Én gondolom, hogy mind a ketten örülünk annak, hogy itt játszunk Németországban. Neked még egyszer mondom annak, hogy egy csapatban vagyunk, úgyhogy... Világos. Úgyhogy ezzel nincsen probléma szerintem. Amikor először találkoztunk mi, akkor te még Aachenben játszottál, és ott is a csapatod egyik kulcsfigurája voltál. Aachen egy nagyon szép, csendes város. Mennyiben különbözik Fürt, amely egy bajorországi település? Ez a két város életmódja, az egész pezsgés mennyiben hasonlítható? Úgy azért, hogyha Németországot veszük, azért mindkét városra lehet azt mondani, hogy nem egy túl nagy nyüzsis város, vagy nincsen nagy nyüzsgés a Fürtben sem. De itt van mellettünk Nürnberg, igazából 5-10 perces autóútra, szóval amint úgy értem, hogy a belvárost igazából elérem 10 perc alatt autóval. Ez már megszokott, szóval ezzel nincsen probléma, megszoktam itt a német légkört, és igazából el sem is ki, milyen városban élek. A lényeg az, hogy jól menjen a foci. Úgyhogy én nem ezek alapján döntöttem sosem, például a klubcsapat választásnál. Igazából úgy gondolom, hogy illek ebbe a koncepcióba, amit itt a fürtiek fölvázolnak, és jól érzem magam teljesen itt a csapatnál, úgyhogy... Olyannyira illesz, hogy tulajdonképpen lehet mondani, hogy megint a csapatod egyik legjobb játékosa vagy. De a Mainzban megtapasztalhattad, hogy milyen Bundesligában játszani lehetett a Greuther-Fürtel még a tavalyi szezonban. Viszont ha megfigyeljük, akkor most is, illetve még korábban Aachenben is, de lehet mondani, hogy Koblenzben is, a Bundesliga 2-ben kimagasló teljesítményt nyújtottál. Mi az a plusz, ami még kell a Bundesligához, hogy ott is ilyen teljesítményt tudjál majd nyújtani a közeljövőben? Hát én azon dolgozok igazából, hogy minél hamarabb megkapja majd a lehetőséget, úgy vagy egy Bundesliga csapatnál, vagy hát nyilván azon a legoptimálisabb, hogyha feljutnánk a Fürttel, és ott tudnánk egy magabiztos teljesítményt nyújtani, egy eredményes teljesítményt. Hát igazából nem volt szerencsém sem, úgy gondolom itt a Mainz az időszakomban sem. Ezt nem kifogásként akarom most itt előhozni, de itt a Fürtben teljes mértékben érzem az edző bizalmát, az egész klub bizalmát, az elnöktől elkezdve, és tényleg egy nagyon fontos láncem vagyok a csapatnak, úgy gondolom, nagy képviség nélkül mondhatom szerintem. Szerintem ez egy kulcs valamilyen szinten, hogy az edző tényleg bízzon a játékosába, és én ezt Mainzban egyáltalán nem éreztem. Nyilván akkor még egy olyan szituációban voltam, hogy nem kerültem még olyan szituációba tényleg, hogy nem voltam fontos úgymond a csapatnak. Ezt elég nehéz volt feldolgozni az elején. Szóval azért mondom, hogy vannak itt mélypontok is, és tényleg az embernek van úgy, hogy egy pozitívabb, sikeresebb időszaka van. Ezeket kell igazából jól feldolgozni. Úgy gondolom, hogy most megértem már arra, hogy megálljam majd a helyemet a Bundesligába, és nyilván ez a célom. Én nagyon remélem, hogy minél hamarabb megint meg tudom magam mutatni, vagy hát igazán meg tudom magam mutatni majd a Bundesligában. Ja, belegondolunk, akkor tulajdonképpen egy év sem telt el a mélyponthoz képest, hogy megint a csúcson vagy, még akkor is, hogyha egy osztályon lejjebb. Milyen módszerekkel tudtad magadat újra rendbe tenni, lehet így mondani? Azért ez egy nagyon kemény időszak lehetett, amikor az edző nem nagyon számít rád, és ezt ki is fejezi. Hát igen, meg ugye ezt tudni kell, hogy azért nekem a tavalyi szezonban is volt egy ilyen hosszabb sérülésem, ugye a tavaszi szezonban egy válsérülésem. Nyilván az is egy mélypont egy futballista karrierjében, amikor tőle megsérül egy hosszabb időre. Úgyhogy ezek azok a dolgok, amiket úgy gondolom át kellett élnem ahhoz, hogy mentálisan is rendben legyek. És igazából úgy értem ezt, hogy át kellett ezeken a dolgokon mennem, ezeken a mélypontokon, hogy fel tudjam dolgozni tényleg a sikert is, és a kudarcokat is. Nem vagyok a karrierem vége felé, még az elég sok időm van, úgymond, de már azért 25 évesen elég sok mindent meg is éltem, úgyhogy hát nagyon remélem, hogy most ma akármi jön, azt mentálisan mindenképpen könnyebben fogom feldolgozni, mint például az első én időszakban Mainzban. Úgyhogy én ezen dolgozok, hogy ezek sikerüljenek, és most tényleg még egyszer mondom, szeretnék újra a Bundesligával játszani, nem is lehet más a célom, mert úgy gondolom, hogy aki egyszer megtapasztalja azt a légkört, az mindenképpen szeretne ott maradni minél tovább. Én most abból egy kicsit kiestem, reméljük egy rövidebb időre, de szeretnék még egyszer majd oda visszakerülni abba a közegbe. Ha jobban belegondolunk, akkor azért a Greuther-Fürtből, ha ne adj Isten, ne jutnátok fel, akkor is könnyebben lehet a Bundesliga felé venni az irányt, mint mondjuk az Aachenből, ahonnan pedig sikerült. Tehát ebből a szempontból egy kis túlzásra, te már rutinos vagy abban, hogy a Bundesliga 2-ből hogy lehet kiváló teljesítménnyel feljutni a Bundesligába, egy másik csapathoz?
Hát nyilván ez én is tisztában vagyok, hogy, hogy aki a Bundesliga 2-ben jól teljesít, annak, annak már tényleg egy lépésnyire van a Bundesliga. Hát nagyon remélem, ebbe bízok én is, hogy, hogy akárhogyan is alakul a sorsunk. Nyilván az lenne a primárisabb, hogyha tényleg a fülten tudnánk feljutni. Meglátjuk, hogy hogy alakul. Említetted még, ezt egy kulisszatitotként elárulom, hogy délután rögzítsük a felvételt, és ne este, mert Zsoltival mész a szurkoló, egy szurkolói találkozóra. Milyen a kapcsolatod a Greuther Fürth szurkolóival? Skandálják már a nevedet? Hát, hogy skandálják, a gólok után biztos. Nyilván ez jó első érzés is. De még azért úgy gondolom, hogy le kell húznom egy-két jó meccset ahhoz, hogy tényleg a szurkolók kedvencévé váljak. De úgy gondolom, hogy a kapcsolatom jó velük, és tényleg is bizonyítja, hogy és nyilván ez egy ilyen kijelölt vacsora, úgymond, így egyik sulkolói csoporttal fogunk ma este vacsorázni a Zsoltival. De közben a kapcsolatunk is tényleg, amikor találkozok velük akár a városban, akárhol, teljes mértékben pozitív a hozzáállásuk, és úgy gondolom, hogy jó a kapcsolatunk tényleg velük. Imáron a Greuther Fürth a negyedik csapat, német csapat, amelyben játszol. Lehet mondani tehát, hogy Németország már ilyen szempontból a második otthonod, és említetted, legalább háromszor mondtad, hogy a Bundesliga a célod. Ezek szerint egyelőre nem is gondolkozol abban, hogy országot váltsál, esetleg a későbbiek folyamán, mondjuk egy-két éven belül, ha jól értem és sejtem. Hát ilyen pillanatban jól érzem magam itt Németországban, úgy mondom, hogy a számításaimat megtaláltam. Tetszik ez a mentalitás, ez a futball stílus, ami Németországot tényleg körülveszi, és a stadionok hangulata, ez a millió, ez tényleg magával ragadott. Úgyhogy ha lehetőségem lesz rá, és ezt nagyon remélem, és nagyon bízom benne, hogy úgy alakulnak van a dolgaim, ahogy az alvariációban én ezt is felvázoltam magamnak, akkor szerintem itt fogok Németországban játszani még a következő pár évben. Pillanatra térjünk át a válogatottra. Érdekes a helyzete meg Egervári Sándor között, valljuk meg őszintén, hiszen nálam mutatkozhattál be a válogatottban, de ugyanakkor legalábbis az én szerény véleményem szerint sok olyan alkalommal nem kaptál meghívót, vagy ha kaptál meghívót, nem kaptál elég szerepet, amikor kirobbanó formában voltál. Ezt te hogy élted meg? Hát nyilván nehezen. Én is szerettem volna minél többet ott lenni a válogatottnál. Egy kicsit én is úgy érzem, hogy igazán nem kaptam meg a lehetőséget Sanyi bától. De hát ez most már a múlt, ezen igazából kell keseregni, mert ezt már megváltoztatni nem tudjuk. Nagyon remélem, hogy a következő szövetségkapitány majd többet fog számításba venni, és hát nagyon remélem, hogy állandósítani tudom majd a helyemet a keretbe, és hát nagyon remélem, hogy minél több pályát tudok majd lépni a válogatottban. Ilyen szempontból neked teljesen lényegtelen, hogy külföldi vagy magyar a kapitány? Olyan szempontból is érdekes a kérdés, hogy te külföldön játszol, tehát azt a mentalitást, azt te most már sokkal jobban magadénak érzed, mint a néha elátkozott magyar mentalitást. Hát most igazából nem mondom azt, hogy akkor sikeresek lennénk, hogyha egy német és egy külföldi kapitány lenne a válogatottnál. Szóval nem jelent biztos sikert az, hogyha külföldi a kapitány. Nyilván, hogy mondjuk egy német kapitányunk lenne, akkor talán személy szerint én jobban előtérbe kerülnék, vagy hát nyilván jobban képbe lennék. De igazából ez nem az én dolgom eldönteni, hogy ki legyen a kapitány, és hogy milyen nemzetiségű legyen. Legyen egy tényleg egy komoly koncepció, egy szakmai terv, ami alapján dolgozni fogunk. Vagy hát a válogatott, ugye, és hát nagyon remélem, hogy én is majd a tagja lehetek ennek a csapatnak. Visszatérve egy a kérdésre, nem hiszem, hogy ez annyira döntő lehet, hogy most külföldi vagy nem külföldi. Világos, még egy utolsó kérdés, és ez is a válogatottal kapcsolatban. Ugye Andorra ellen voltál kezdő, az utolsó válogatott mérkőzésünk volt. A csapat szempontjából nem a legszebb és legjobb mérkőzés volt, de a szakértők abban egyetértettek, hogyha valakit ki lehet emelni a csapatból, akkor az te voltál. Ezek a vélemények neked jól estek, és úgy is lehet mondani, hogy egy ilyen elégtételt jelentettek, hogy igen, lehetett volna rám korábban is számítani, de Csábi József volt az, aki megtette először? Hát nyilván jól esett meg, hát tényleg Csábi Józsefné voltam ugye először kezdő a válogatottban, ezt nyilván sosem fogom elfelejteni. Úgy gondolom, hogy nekem sem az volt a legjobb meccsem Andorra ellen. Nyilván próbáltam azért mindent megtenni, és tényleg kiadni magamból mindent, de hát azért tudom én is nagyon jó, hogy ez nem életem meccse volt. Hát nem tudom, a pozitív kritikákat meg nyilván az ember jól esően hallgatja, és örül neki, hogyha ilyenek eljutnak hozzá.
ezen nyilván én sem vagyok másképp, de remélem, hogy még sok olyan válogatott meccsem lesz, ahol pozitív kritikát fog kapni. Mi más kívánhatnánk neked, mint az, hogy sok ilyen pozitív kritikát éljél meg, és hogy életed meccsét tényleg mondjuk a magyar válogatottban, világrendezvényen, mondjuk a világbajnokságon, vagy Európa-bajnokságon éld át, azt hiszem, hogy nyugodtan magadnak is kívánhatod ezt. Hát köszönöm, én is, kiegyeznék egy ilyen végszóval, úgyhogy hát legyen így. Legyen így, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is. Második vendégünk, bár nem sportoló, nem is a sportvilágának egyik fontos tagja, neve mégis sokszor szerepelt a labdarúgással foglalkozó médiumok hasábjain. Szívügyének tekinti, hogy segítsen a Ferencváros szívinfarktus kapott játékosán, Ekim Edemsen. Sokáig tanakodott, hogy mivel tudna legtöbbet segíteni. Végül egy 10 millió forintos továbbtanulási támogatást ajánlott fel a profi karrierjét befejezni kényszerülő trinidadi játékosnak. Ezen kívül beszélgetünk arról az összefogásról is, amely a játékos megsegítésért jött létre, klubhovatartozástól függetlenül. Vendégünk Verták György, a Tigra Kft. Tulajdonosa. Onnan lettetek most híresek, de nem, egyébként különben nem, de Ekim Edemsennek nyújtott támogatásról. Honnan jött ez az ötlet? Ez egy abszolút spontán ötlet volt, tehát a Fradi szponzorként mi kapcsolatban vagyunk a Fradival, illetve a szívinfarktus után rögtön felvettük a kapcsolatot a Fradival, és naponta érdeklődtünk mi is, ahogy sokan mások az országban, hogy van az állapota. Amikor már kezdett jobban lenni, tehát amikor már túl volt a közvetlen életveszélyen, viszont a lábát amputálták, akkor gondolkoztunk azon, hogy mivel lehetne neki egy lehetőséget biztosítani az újrakezdéshez, tehát egy új életkezdéséhez. És az ötlet maga az abszolút spontán jött. Korábban is támogattunk egyetemistákat, jelenleg is, illetve korábban is adtunk ösztöndíjat több egyetemistának, és ez abszolút a cég profiljába vágott, hogy támogassunk valakit a továbbtanulásban. Hát akkor az, hogy ti a továbbtanulásában segítitek, az egy teljesen magától értetődő dolog volt, nem kellett azon gondolkodni, hogy milyen területén segítsétek Ekim Edemset. Ez egy adott lehetőség volt, tehát amit már sok más egyetemistának vagy fiatalnak felajánlottunk, ebbe van tapasztalatunk. Ennek általában az a lényege, hogy megpróbáljuk egy egyetemistának fedezni a teljes megélhetését, cserébe azt kérjük, hogy valóban komolyan vegye az általa választott egyetemet, és jól tanuljon. Ez egy speciális támogatás most, amiről beszélgetünk Ekim Edemsz esetében, hiszen a szívinfarktusa miatt ez egy nem, tehát nyilván olyan diákokat támogatotok eddig, akik ilyen szempontból épek voltak, nem pedig egy amputáció után voltak. Mit akar pontosan éppen ezért ez a támogatás? Ráadásul egy külföldi diákról van szó, úgyhogy még egy csavar van a történetben, még speciálisabb. A egyetemista koromból tudom, hogy a külföldi, tehát nagyon sok külföldi folyamtársunk volt, illetve kollégiumban laktam, egyetemi kollégiumban, ott is többek között az egyik szobatársam is külföldi volt. Ezek a külföldi egyetemisták általában elvégeznek egy évet egy nemzetközi előkészítő intézetben, ahol megtanulnak magyarul, illetve egy bepotolják azokat a tantárgyakat, amiket a saját országukba, tehát kihagytak, tehát kvázi egy ilyen magyar érettségit kapnak. Ez egy egyéves előkészítés, ezt kapja az összes Magyarországon tanuló külföldi diák, és ezután tudnak felvételizni, illetve ezután tudják elvégezni az általuk választott egyetemet. Ezen a sajtótájékoztatón, ahol Orosz Pállal bejelentettétek ezt a szép támogatást, ott volt Ekim Edemsznek az édesanyja, nem tudom, volt-e lehetőséged beszélgetni, akár erről, akár Edemsznek az állapotáról. Természetesen volt lehetőségre beszélgetni. Edemsz édesanyja ilyen hihetetlenül optimista, nagyon-nagyon örül elsősorban annak, hogy a fia életben van, de ő biztos benne, hogy fel fog épülni. Nagyon köszöni az összes támogatást, amit most kap Magyarországról Edemsz. Itt nagyon sokan összefogtak, tehát a rivális klubok is besegítettek, az Újpest és a Diósgyőr is nagyon komoly segítséget ajánlott fel. Egyszerűen hihetetlen Edemsz édesanyjának, hogy ennyi szeretet veszi körül a fiát Magyarországon, és ez nagyon-nagyon jól esik neki. Érdekes azért is, mert mindössze egy hónapja volt Magyarországon, amikor történt ez a szívinfarktus. Van tulajdonképpen reális esély arra, hogy ezt a támogatást ő fel tudja használni és elfogadja, hiszen tényleg egy hónapig volt itt Magyarországon, megtörtént ez a baleset, és most ez valamilyen szinten ez a támogatás, ez Magyarországhoz kötné őt. Ő, ahogy megérkezett Magyarországra, rögtön beilleszkedett a Fradiba. Többek közt azért szeretnénk őt támogatni, nem csak azért, mert bajban van, és szeretnénk mindenki mellé állni, aki bajba kerül, hanem azért is, mert egy fantasztikus emberként ismerték meg a Fradiba, tehát gyakorlatilag a megérkezés után rögtön mindenki megszerette, mindenki megkedvelte.
Egy fantasztikus ember, Adams. Tehát ahogy a Fradiba befogadták, úgy valószínűleg egy egyetemen is az évfolyamtársai örömmel fogják fogadni. Kénytelenül életet kezdeni, tehát versenysportolóként biztos, hogy nem fog tudni a továbbiakban dolgozni. Az édesanyjától tudjuk, hogy gyerekkor óta semmi más nem érdekelte a focin kívül. Most kénytelen lesz egy új életet kezdeni, és egy teljesen új területen megkipróbálni saját magát. Az édesanyja szerint amennyiben elfogadja az egyetemi ösztöndíjat, valószínűleg a testnevelési egyetemre fog jelentkezni. Ugyebár valamilyen szinten magához tért már a kómából, vagy felébresztették Kem Adams, ő mikor fogja megtudni ezt a lehetőséget, vagy esetleg tudja már? Természetesen tudja, tehát ezt a Fradin keresztül tartjuk Adams-el a kapcsolatot, illetve az édesanyján keresztül, és természetesen tudja. Lehet tudni valamit a reakcióról, hogy hogyan reagált erre? Az édesanyja azt mondta, hogy nagyon örül neki, és nagyon szépen köszöni. Ugyebár a Ferencvárosi Tornaklubban nektek a Tigra Kft-nek van egy megállapodásotok. Mit érdemes erről tudni? Mik azok a publikus részei ennek a történetnek, amit lehet tudni? Adams esetében, tehát mi tényleg úgy éreztük, hogy valaki bajban van, és mellé kell állni, segíteni kell neki. A Ferencváros Tornaklub támogatása esetében egyrészt, mint Fradi szurkoló, örülök, hogy támogathatom a Fradit. Másrészt ez viszont a cégnek is egy elég jó befektetése volt. Miután szponzorként felkerültünk a Fradi honlapjára, megháromszorozódott a Tigra honlapjának a látogatottsága. Tehát ez tudom más cégnek is ajánlani, hogy érdemes ilyen jó sportban tevékenykedő klubot támogatni. Ugye mi egy sportműsor vagyunk, de érdekes a kérdés, hogy attól, hogy még megháromszorozódik egy oldalnak a látogatottsága, ez bevételben jelent bármivel többet is? Vagy ez csak annyit jelent, hogy a ferencvárosi szurkolók egyszer rákattintottak az oldalra, és megnézték, hogy mi a Tigra Kft., ami egyébként már egy nem rossz dolog? Ez hosszú távon biztos, hogy érdemes, tehát márkaépítés szempontjából, image építés szempontjából ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség, hogyha az ember egy Fradit támogathat. Ugyebár te rengeteget segítesz, és a Tigra Kft. Is szerte Magyarországon, de te is kaptál segítséget, illetve az erdélyi magyarok is, hiszen te Temesvárról érkeztél ide Magyarországra. Azt a 89-es időszakot te hogy élted meg? 15 éves voltam a temesvári forradalom alatt, tehát Temesváron és Aradon nevelkedtem, akkor Temesváron voltam a szüleimnél. Hihetetlen volt megtapasztalni azt, ahogy megindul Magyarországgal az a rengeteg segélykonvoj, ahogy a teljes magyarországi magyarság összefogott azért, hogy segítsen az erdélyeknek. Korábban is a magyar tévén nőttünk fel, a panorámát néztük és a magyar adásokat. Mindig is úgy éreztem, hogy a Magyarország a hazánk, de 89. decemberében egy hihetetlen élmény volt, amikor Magyarországról megindult a segítség, és mindenki segíteni akart az erdélyi magyarokon. Ugye érdekes, hogy ti 1996-ban egy fénymásolóval indultatok, most a Ferencvárosi Tornaklubot támogatjátok, tehát egy nagy utat jártatok be ebben a 17 évben. Ez a 96-os alapítás, ez honnan jött az ötlet, ez a fénymásoló, amelyet, ha jól tudom, még béreltetek? Hát egyetemistaként én nem kaptam ösztöndíjat, és kénytelen voltam eltartani magamat, és gyakorlatilag az egyetemi kollégiumba indult a Tigra, tehát az egy ELTE kollégiumba egy bérelt fénymásolóval. Nem volt fénymásolási lehetőség, 1300 egyetemista lakott, aki kijárt fénymásolni a kollégiumból, tehát egy nagyon egyszerű ötlet volt, hogy ott helybe oldjuk meg a fénymásolását az egyetemistáknak. Ez 96-ban, ha jól tudom, akkor ez egy forradalmi ötlet volt olyan szinten, hogy a fénymásolók, ugye most 2013-ban beszélgetünk, csak annak nincs fénymásolója, akinek nem akar, tulajdonképpen lehet mondani, akkor azért egy teljesen más helyzet volt, ebbe érdemes belegondolni. Ez nem volt olyan forradalmi ötlet, egyszerűen hamarabb jutott eszembe, mint másnak. Utána sokan más kollégiumban mások is megcsinálták ugyanúgy. Bérelt fénymásolótól, hogy említettem, eljutottatok a Ferencvárosi Tornaklubig, de ezen kívül mit érdemes tudni most a Tigra Kft-ről? Mert gondolom, hogy nem a Fradi szponzorációja az elsődleges arculatotok. Hát megpróbáltuk mindig az adott, tehát ahol éltem egy környezetben, az adott igényeket felismerni, és ezekre az igényekre választ adni, illetve a lehetőségeket felismerni. Én az ELTE programozó matematikus szakára jártam, nálunk illetve a műegyetemen is nagyon jó a programozó és az informatikus szakemberképzés. Ami 98-99-ben Finnországban, Nokianál már nagyon jó híre volt a magyar programozóknak. Mi itthon el tudtuk őket érni, és ott a következő ötlet az volt, hogy Finnországból, tehát a Nokiától hazahozzuk a munkát. Tehát nem kiközvetítjük a magyar egyetemistákat, magyar végzősöket a Nokiához, hanem a Nokiától hazahozni a munkát Magyarországra. Volt évfolyamtársaim, illetve az alattam levő évfolyamokból pedig bőven tudtunk nagyon-nagyon jó szakembereket találni az ELTE-ről, illetve a következő években már a műegyetembe is ugyanúgy bekapcsolódtunk.
Ezért, ha jól sejtem, akkor olyan szempontból mindenféleképpen sikertörténet, hogy és a honlapotokon érdemes ezt megnézni, hogy évről évre milyen szinten fejlődtetek, milyen szinten nyílt meg a világ előttetek. Igen, de ez sajnos nagyon sokszor szerencse is kell. Tehát az, hogy én az ELTE-re jártam, ez egy nagy szerencse volt. Az, hogy abban a kollégiumban laktam, ahol 1300 egyetemista lakott, nem csak programozók, hanem más karokról is laktak ott egyetemisták, az egy egyszerűen egy lehetőség volt. Én valójában mindent az egyetemnek köszönhetek és a tanulásnak. Többek közt ezért támogatunk más egyetemistákat, hogy végezzék el az egyetemet. Életem legboldogabb 5 éve volt különben az egyetem. Ezt kívánom Adamsnek is. Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy tulajdonképpen te visszaadod azt, amit kaptál. Azáltal, hogy támogatod az egyetemistákat abban a korszakukban, amely neked a sikert tulajdonképpen meghozta vagy megalapozta. Minket nagyon sokan támogattak a kollégiumban, tehát mi egy viszonylag burokba, zárt világba jöttünk az ELTE kollégiumában. A nevelőtanárok például odafigyeltek ránk, és aki nem tudott megélni, annak szereztek munkát, szereztek ösztöndíjat. Tehát mi nagyon-nagyon sok jót kaptunk az ELTE kollégiumában, és ez teljesen természetes, hogy próbálunk mi is próbáljuk ezt továbbadni. Úgy tudom, hogy nem csak a felsőoktatásban segítetek, hanem a sport más területén is vannak megállapodásaitok. Melyek azok a sportágak, ahol jelen vagytok? Én gyerekkorom óta tisztelem a versenysportolókat, mindig kerestem magamnak példaképeket. Az egyik példaképe meg katolikus pap volt, aki magyar tornászbajnokként kezdte a pályafutását. Sportba, most a Fradival kerültünk kapcsolatba, és elsősorban a Fradi támogatjuk. Van a cégeknek ez a TAO társaságadó átutalása, tehát van ez a lehetőség. A TAO-n keresztül támogattunk több utánpótlás egyesületet, tehát kosárlabda, vízilabda és jégkorong utánpótlás egyesületeket támogattunk a korábbi években, ahol konkrétan a gyerekeket képezik. Én úgy gondolom, hogy a sport az egyik legfontosabb eszköze a gyerekek és a fiatalok nevelésére. És nagyon örülök, hogyha minél többen támogatják a fiatalok sportolási lehetőségét. Ha jól értem, akkor tulajdonképpen egy informatikai cégnek a tulajdonosa mondja azt, hogy ne a gépek előtt üljenek a gyerekek, hanem menjenek ki a szabadba és sportoljanak? Igen, 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 egyértelműen. Én úgy gondolom, hogy sokkal hasznosabb sportolni egy fiatalnak, egy gyereknek, mint internetezni. Említetted, hogy gyerekkorod óta keresed a példaképeket, ezek szerint nem csak az a fontos, hogy neked legyenek, hanem hogy másoknak is adjál és mutassál olyan embereket, akik példaképek lehetnek. Igen, és az emberi nagysága miatt Adams azt hiszem az egyik példaképe lehet a mai magyar fiataloknak. Tehát amit ő egy hónap vagy pár hónapos magyarországi pályafutása alatt végzett, és nem véletlenül szerették meg a Fradiban, nem véletlenül fogadták be. Tehát ilyen emberekre fel lehet nézni, és fel is kell nézni. Azért az egy érdekes dolog, és azt hiszem, hogy Magyarországra nagyon jó fényt vet, ami Adam szörnyű tragédiája után történik vele kapcsolatban. Azért a magyar nép azért nagyon összefogott, és említetted, hogy csapatoktól függetlenül egymással rivalizáló szurkolótáborok egy emberként állnak oda egy ember mögé, illetve a cégek is. Ez egy fontos dolog. Igen, 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 és nagyon örülök, hogy így van. Szakmai tudás mellett az emberi tényezők is fontosak a Tigra Kft-nek, ezt olvastam a honlapotokon. Ez miben nyilvánul meg tulajdonképpen? Ha jól tudom, akkor olyan nagyon sok változás nincs például abban a csapatban, amely elkezdte ezt a Kft-t még annak 17 évvel ezelőtt. Igen, tehát nálunk az egyik nagyon fontos szempont, hogy csökkentsük minimálisra a fluktuációt, tehát hogy olyan embereket keressünk meg, akik lehetőleg az életüket kötik a Tigrához, a céghez. Megpróbálunk egy olyan légkört teremteni, ahol a cég is számíthat a kollégákra, de a kollégák is számíthatnak a cégre, és aki egyszer már ide bekerült a csapatba, azt soha nem szeretnénk cserben hagyni. A cég gyakorlatilag két baráti társaságból indult, tehát két egyetemi baráti társaságból, egy ELTE-s és egy műegyetemista baráti társaságból. A cégcsoport szinten most körülbelül 280 főállású munkatársunk van. Elég nehéz megtartani ezt a családi légkört, de mindent megteszünk, hogy ez megmaradjon. És nem csak a családi légkört nehéz talán megtartani, hanem ugye nemrég gazdasági válságot éltünk meg, tehát magát ezt a számot is ezzel mennyire szenvedtetek meg, illetve mennyire szenvedtek meg most jelenleg ezzel? Hát sajnos a utóbbi 17 évben többször is kerültünk komoly válságba, tehát abban más magyar kis- és középvállalkozáshoz hasonlóan van tapasztalatunk abban, hogy lehet a válságot túlélni, válságba kimászni.
Több lábban állunk, tehát nagyon fontos egy amerikai megrendelőnk, ő biztosítja valójában a cégnek a finanszírozását, a mai napig dolgozunk nagyon sokat Németországnak, Finnországnak, ezen kívül a magyar piacra dolgozunk, és 2010 óta az államigazgatásnak. Tehát ez a három láb egymást kiegészítve, egymást felváltva meg tudja oldani a cégnek a növekedését és a finanszírozhatóságát. Neked személy szerint van valami jövőbeni célod, hogy hova szeretnéd még vezetni ezt a KFT-t? Hát ezt egy fociklubhoz hasonlóan mi is szeretnénk az első helyen végezni, és itt elsősorban a minőségre gondolok, nem a méretre. Hát akkor azt kívánom neked, hogy a magyar futballal együtt a KFT-tek is minél jobban emelkedjen fölfelé. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Stíber Zoltánnal, valamint Verták Györggyel Varti Zoltán beszélgetett. Magyar Lelátó Sportmagazin. A hazai sportélet más lelátószögből. Hirdessen a Magyar Lelátó Sportmagazinban. 4 rádió, több tízezer hallgató és egy kihagyhatatlan lehetőség. Várjuk jelentkezését a magyarlelato@gmail.com címen. A műsor termékmegjelenítést tartalmazott.